Köszöntöm a Banyhádi Napló nézőit, Kutni Gábor vagyok, és mutatom röviden képekben mai műsorunk tartalmát. Átadták a Péter May Jakab díjat az év vállalkozásának. A banyhádi sportolókat is díjazták. Koraszülötteknek horgoltak polipokat a Széchenyi iskolában. Bonyhádváros önkormányzata 7. alkalommal adta át a Péter May Jakab díjat az év vállalkozásának. Több évtizedes sikeres kereskedelmi tevékenységük, a helyi foglalkoztatásban vállalt szerepük, továbbá közéleti szerepvállalások elismeréseként 2022-ben Ezer Balázs vehette át az elismerést. A település polgármestere az esemény alkalmával egy évértékelő prezentációval készült a jelenlévő vállalkozóknak. Megtartotta idei utolsó képviselőtestületi ülését Bonyhádváros önkormányzata. Az évzáró vállalkozói polgármesteri fogadást megelőzően több fontos téma is napirenden volt, tájékoztatott a település polgármestere. Ez a 20. alkalom volt, hogy ülésezett a képviselőtestület, és ezen a napirendi pontok között is voltak olyan alkalmak, amik igen fontosak és meghatározzák a város működését. Az önkormányzati törvény meghatározza azt egy önkormányzat életében, hogy egy évben háromszor a költségvetési rendeletet kell módosítani. Erre került többek között sor a mai napon, és örömmel tudok arról beszámolni a város lakosságának, hogy az idei év esztendőt úgy tudta zárni az önkormányzat, hogy egy jelentős, mintegy fél milliárdot is meghaladó tartalékkal tudunk ráfordulni az új évre. Ez számunkra nagyon fontos, hiszen megalapozza az jövő évet, egy biztosabb, stabilabb tervezésre nyújt lehetőséget, hiszen az a fél milliárd forintot van biztosítékként, bármilyen olyan költség felmerülhet jövő esztendőben, ami esetleg nem várt eseményhez kötődik. Szeretnénk azért alapvetően ezeket a forrásokat fejlesztések önerejére fordítani, hiszen azzal még több forrást tudunk idehozni a városba, és újabb fejlesztéseket megvalósítani. Nem csak uniós beruházásokra várunk, hanem befektetőket is kerestünk nyílt pályázat útján, akár lakóparkok építésére, akár pedig a bevásárlóközpont építésére gondolok. Mindkét esetben és három helyszínen, három ingatlant érintően jelenleg a tervezés zajlik, és jövő évben már meg is kezdődnek a munkálatok. A régi hagyományoknak megfelelően az év vége közelettével a képviselőtestület ülését követően azokat a vállalkozókat látta vendégül az önkormányzat, akik a top 50-ben szerepelnek. A legnagyobb iparüzési adó fizető vállalkozásokról beszélünk, és mindazokról, akik egyébként az év során segítették az önkormányzat munkáját. Ilyenkor remek alkalom visszatekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre, mind a tervek, mind a beruházások, fejlesztések tekintetében, mind pedig azokkal a feladatokkal, a problémákkal, amivel küzd nap mint nap egy önkormányzat. Nem csak a tervekről, a beruházásokról, a felújításokról beszélhetem egy ilyen prezentációban, amilyenkor közösen felidézzük azokat a programokat, azokat az eseményeket, ünnepségeket, amelyben részünk volt valamennyünknek, bonyhádiaknak, és öröm volt látni újra így egy csokorba összegyűjtve, hogy számos eseménynek örülhettünk közösen, nagyon sok ünnepség, megemlékezés helyszínet volt városunk nem csak a település szempontjából fontosnak, hanem akár állami megemlékezéssel is, így kezdtük az évet, és egészen a november végéig bezárólag nagyon sok protokoll személy volt a városunk vendége, úgyhogy örülök, hogy egy nagyon gazdag és sok sikerekben gazdag év van mögöttünk. A város önkormányzata az év vállalkozásának járó Péter May Jakab díjat is ezen az estén adja át évről évre. Nagyon sok szempont van olyankor, amikor végig gondol a testület, hogy ki legyen abban az évben a díjazott. Az idejében 7. alkalommal került sor a Péter May Jakab díj átadásra. Ez egy viszonylag friss díja az önkormányzatnak. A rendelet, amiben szabályozzuk az önkormányzati díjak átadását, az mindig arról is rendelkezik, hogy milyen körülmények között, milyen ünnepségen vagyunk kötelesek átadni ezt a díjat, milyen közönség előtt. 2022-ben a több évtizedes sikeres kereskedelmi tevékenységük, a helyi foglalkoztatásban vállalt szerepük, továbbá közéleti szerepvállalások elismeréseként az Ezer és Társa BT vehette át az év vállalkozásának járó díjat. Nagyon jó érzést töltött el, illetve hát először meglepődtem, és amikor a polgármester asszony fölhívott az utolsó testületi gyűlés után, hogy egybehangzó döntés alapján én fogom megkapni a vállalkozói díjat, nem akartam elhinni. És 2-3 napig is bajlódtam ebből a gondolattal, hogy hát ezt én kapom, megérdemlem. Majd aztán egy benfentes szomszédom fölhívott, hogy gratulál, és amikor azt mondta, hogy Balázs, ezt megérdemled, akkor hittem el. Ha meg akarom ezt fogalmazni, hogy mire illik a siker mögött, akkor messzire kell visszanyúlni.
hiszen azt tudom mondani, hogy amikor a legelső években elkezdtünk vállalkozni, akkor az volt fölírva mindig a tábláról, hogy legyen. És minden megbeszélésen ez volt, hogy legyen. Legyen új vevő, legyen új autó, legyen új partner, legyen forgalom, legyen nyereség, és nagyon sokáig ez így ment. Majd aztán csatlakozott a feleségem a vállalkozáshoz, és egy megbeszélésen fölírta ő is a táblára, hogy hogyan. És onnét fogva igazából úgy vezettük a céget, hát a fejlődésnek sosincs vége, nyilván most egy picit nehezebb fejlődni, de a fejlődésnek, az innovációnak nincs vége, hiszen azt mondom, ebbe a gazdasági környezetbe folyamatos innovációra van szükség, és azt vallom, hogy most kell igazán oda tenni magunkat, és 110%-on teljesíteni. És akkor fogjuk túlélni ezt a gazdasági helyzetet. A vállalkozói polgármesteri fogadás végén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, pohár köszöntője alkalmával kiemelte, a város vezetése az itt működő vállalkozások és a bonyhádi emberek közös sikere, a város töretlen fejlődése. Fontos az, hogy egy város vezetése megköszönje az ott dolgozó, ott élő embereknek az elmúlt évi tevékenységüket, legyenek akár intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, vagy éppen vállalkozók. Hagyományos módon karácsony előtt a vállalkozókat fogadja ezen az estén is ma este a polgármesterasszony, és lehetőség van számára arra, hogy bemutassa az elmúlt év eseményeit, illetve gazdasági szempontok alapján is elemezze a város életét, a 2022-es évet. Összefoglalásképpen elmondhatjuk azt, hogy Bonyhád város önkormányzata, és nem csak önkormányzata, hanem egyáltalán maga a város nagyon jó évet zárt, hogyha 2022-re tekintünk, jelentős módon fejlődött tovább. Ezt az itt élők látják a legjobban, vagy talán inkább a vendégek, mert ők esetlegesen, hogyha egy-két éve nem voltak itt, akkor látják a változásokat, de szerintem elmondhatjuk azt, hogy jó Bonyhádon élni, és a bonyhádiak lokálpatrióták. És ez a legfontosabb, mert együttesen akarunk tenni a saját városunkért. És erre legyünk büszkék, és továbbiakban is dolgozzunk így. Szeretnék gratulálni a polgármesterasszonynak, képviselőtestületnek, vállalkozóknak, minden itt élő és itt dolgozó bonyhádinak. Tizenhat egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak Bonyhádon. Az elismertek között voltak rúd- és magasugrók, úszók, futók, karatésok és sportlövészek is. Idén 22-en kapták meg az év bonyhádi sportolója címet. Megtelt a bonyhádi önkormányzat díszterme versenyzőkkel és edzőikkel. Az év során kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolókat díjazták ezen a napon. A völgységi városban már több éves hagyomány, hogy évvégén a bonyhádi sportolók vagy a településen működő sportegyesületek tagjainak munkáját elismeri az önkormányzat. A felhívás a város honlapján jelent meg, és bárki, aki tudott arról, hogy szép eredményeket, sikereket ért el valaki, akár egyéniben, akár csapatsportban, azok felterjesztésre kerülhettek. Természetesen megszólítottuk valamennyi Bonyhádon bejegyzett sportegyesület elnökét, hogy ők is delegáljanak eredményeket és csapatokat, illetve egyéni versenyzőket, és mindenkit, aki a sporthoz közel áll. Ilyenek a Boros Dezső díjasaink, akik a sport teljesítményükért részesülnek díjazásban az önkormányzat által adott kitüntetéssel, és bárki, akinek erről tudomása van. Falkó Csilla az egyike azon bonyhádiaknak, akik nem csak űzik, oktatják is a sportot. Számtalan versenyen voltunk, de a legkiemelkedőbb úgy gondolom, hogy Siófokon egy crossfit verseny volt, ahol országos harmadik helyezést értem el, és erre azért vagyok nagyon büszke, mert 47 éves vagyok, és életem első crossfit versenye volt. Nagyon-nagyon régóta sportolok, hosszú távfutó voltam éveken keresztül, aztán egy sérülés miatt a futást abba kellett hagynom. Ekkor jött a kettlebell edzés, saját testsúlyos edzések és a többi. Ezáltal teljesen új fordulatot vett az életem. Edzősködünk párommal. 5 éves kortól 75 éves korig foglalkozunk az emberekkel, nagyon-nagyon szeretjük, amit csinálunk. A gyerekeknek ugyanúgy, mint az idős korosztálynak, nagyon-nagyon fontos
a mindennapi életükhöz, az egészségük megtartásához a mindennapos mozgás. És hogy milyen érzés volt, amikor megtudta, hogy részesül az év sportolója elismerésben? Elmondhatatlan büszkeség tölt el, és nagyon meghatottam, hogy rám esett a választás idén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, óriási érzés. Illés Dóra a karatéban jeleskedett, őt a bonyhádi Oyama Karate Sportegyesület terjesztette fel a díjra. Már több mint 10 éve üzem ezt a sportágat, nemrég volt, hogy a 10. éve töltöttem ott abban az edzőteremben a napjaim végét, és idén is sikerült kijutnom az országos diákolimpiára, ahol 2. helyezést értem el, és úgy, mint tavaly részt vettünk idén is a Debrecenben megrendezett országos, illetve nemzetközi karate versenyen, ahol szintén 2. helyezést értem el. Nagyon szeretem a sportágban, hogy nagyon sokszínű, szóval nem csak kondicionálisan, hanem technikát is kell gyakorolni folyamatosan, és mind lelkileg, szellemileg, úgy testileg is nagyon sokat ad mindennapjaimhoz. Minden versenyen küzdöttem, és küzdőként értem el ezeket a helyezéseket. Nagyon örültem természetesen, mivel nagyon sok energiát fektettünk bele, mint én, mint az edzőtársaim, és örülünk, hogy elismerik ezt így városi szinten is. Ameddig jól érzem magam benne, és ameddig van motivációm, én szeretném csinálni, és szeretném, hogy ez minél tovább kitartson. Kedves Kristóf, szívből gratulálok neked, további sok sikert kívánok! Sági Kristóf a parakarate egyik ígéretes növendéke. Egy éve kezdett el foglalkozni a sportággal, és már több kiváló eredményt is szerzett. Véletlen folytán kezdtem el, mert az a főedző, aki csinálja legfőképpen ezt az egészet, az találkozott a keresztapukámmal, és ezáltal lettem én ennek a sportnak a része, és onnantól kezdtem el járni edzésekre, és azóta járok, és több versenyen voltam már. Elsőként Afrikában egy Afrika kupán egy egyéni első helyezett, csoportban is egy első helyezett, és edzővel egy 2. helyezettet értem el. Nyáron Szekszárdon a világbajnokságon egyénibe egy 2. helyezettet, és még 2 versenyen Pesten ugyanúgy egyéniben 2 első helyezést értem el. Szeretem, mert valahogy a én, hát nem tudom, én karateremre találták ezt ki, vagy nem tudom. Szeretem csinálni, meg mozogni. Fontosnak tartom, hogy ilyenkor évvégén egy ilyen alkalommal is, mint a sport teljesítmények értékelésekor visszatekintsünk arra az adott esztendőre, amit éppen megéltünk, és áttekintsük azt, hogy az itt működő sportegyesületek hogyan végeztek különböző sportrendezvényekkel, milyen eredményeket értek el, és a város hosszú éves hagyománya már, hogy ilyenkor évvégén egy sportolói fogadáson a polgármester megköszöni azt a munkát, amit a sportolók tettek ebben az évben, a különböző sikerek, eredmények elérésével, az őket felkészítők, az edzők, és természetesen az a biztos családi háttér, ami nélkül mindez nem megy, de én úgy gondolom, hogy talán mindezt a felsorolást kiegészíti maga a város is, hiszen azokkal a létesítményekkel, amelyeket rendelkezésükre bocsájt a sportolóknak, legyen ők akár csapat, vagy egyéni sportolók, amatőrök, vagy profik, azzal segítjük az ő felkészülésüket. Bízom benne, hogy ez így van, és az önkormányzat, ameddig tehet és ameddig lehetősége lesz, ezeket az infrastruktúrákat olyan szinten biztosítja majd az egyesületek és az egyének számára, amely segíti ezt a felkészülést. Bárhova is mennek, akár megyén belül, országhatáron belül, vagy akár határainkon túl, azért is fontos, ez egy városi imázs is. Bárhova is érkeznek, ők bonyhádiként érkeznek azokra a versenyekre, és ez természetesen a városnak is fontos. 2022-ben összesen 16 egyéni sportolót és 6 csapatot díjaztak a völgységi városban. A kodiporgolás kezdeményezése 7 éve van jelen Magyarországon. Ezek a kis figurák rendkívül komoly szabályok betartása mellett kerülhetnek a koraszülött gyerekekhez, hiszen kimutathatóan segíti a fejlődésüket, biztonságérzetet adnak számukra. A bonyhádi Széchenyi István általános iskolában indult kezdeményezésre, szülők, nagyszülők, pedagógusok és diákok is jelentkeztek szép számban.
Ez a kis figura egy kalip, történetünk főszereplője. Nem egyedül van, mire ez a film elkészül, már számos társával együtt arra vár, hogy eljusson majdani gazdájához. Igaz, ehhez még nagyon sok vizsgán kell átestnie. Ezek a kis polipok ugyanis az újszülöttek fejlődését szolgálják, de előtte komoly átvizsgáláson esnek keresztül, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Az első kalipok 2015-ben jelentek meg a koraszülött osztályokon idehaza. A színes bababarát anyagból készült állatkák közelsége, a köldögzsinóra emlékeztető csápok megnyugtatják a kicsiket, emellett segítenek abban is, hogy ne a körülöttük lévő csöveket, érzékelőket piszkálják. A koripok azok a koraszülöttekért országos egyesület által levédett kis figurák, amik ugye az inkubátorba kerülnek, és ezért nagyon szigorú feltételei vannak a horgolásának. Tehát bármikor, bárhol a korippal kapcsolatban oktatást szervezünk, vagy adományt gyűjtünk, mindig a kora engedélyével tesszük ezt meg, tehát vagy az egyesület elnöke, vagy az alelnöke mindig tud róla, hogy most éppen ilyen rendezvényt szervezünk. Olyan koripok kerülhetnek be az inkubátorba, amik megfelelnek, tehát több szűrésen kerül át. Hát egyénileg elkezdenek otthon horgolni, akkor a kora önkéntesei ezt leellenőrzik. És mi azt mondjuk rá, hogy akkor mehet, akkor még mindig a kórházakban, a koraszülött osztályokon az ápolók újból megnézik, hogy szerintük is megfelele. 100%-os pamutvonalat lehet használni, amelyik nyálálló, úgynevezett mercerizált, csak olyanokból horgolhatunk. Erre, hogy a festék nem oldódhat ki, nagyon szorosra kell horgolni, hogy a tömőanyag ne kerüljön ki a korip külsejére. Harisnyát teszünk bele, abba tesszük bele a tömőanyagot, nagyon keményre tömjük, mert ugye a fertőtlenítés a sokszoros mosás után ezek meg fognak puhulni. És ez a babáknak örökös, tehát nem csak az inkubátorban van vele, hanem ez az első játéka, ezt viszi magával haza, és később, ha esetleg ez tönkre megy, jelentkezhet érte, mert a kore vállalta, hogy ez élete végéig tulajdonképpen elkíséri a babákat. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak a Széchenyi iskolások is. Legnagyobb meglepetésükre sokkal többen jelentkeztek, mint arra előzetesen számítottak. 6 évvel ezelőtt elkezdődött, hogy a Paradicsom pusztán tanuló gyerekeket ajándékozzuk meg, ez az idén is megtörténik, és talán 2-3 éve fogalmazódott meg bennem, amikor egy felhívást láttam erre, hogy koripokat lehet horgolni és készíteni, mivel rengeteg anyukánk, kreatív nagymamánk, ügyeskezű diákjaink vannak az iskolában, ezért elkezdtem szervezkedni, majd utána jártam telefonhívások közepette, hogy milyen feltételei vannak ennek, hogy az mi iskolánkban is ez megvalósulhasson. És az őszi szünetben ennek pontot is tettünk a végére, ugyanis a Koraszülöttek Országos Szövetségével fölvettem a kapcsolatot, elmondták a feltételeket, mi mindent megvalósítottunk, ahol láthatjátok is. Egyetlen egy dolgunk volt csak vissza, hogy a szülőket, nagyszülőket beszervezzük erre a tevékenységre. Nem lepődtem meg azon, hogy nagyon készségesek voltak a szülők, és azonnal segítettek, sőt, már október óta dolgozunk ezen, mert azok a szülők, akik nagyon kreatívak és nagyon ügyes kezűek, azokkal karácsonyi asztali díszeket készítettünk, amit árusítottunk, és annak a bevételéből valósulhatott meg az, hogy ezt a speciális fonalat megvásárolhattuk, és aki vállalta viszont a horgolást, annak semmi más tevékenysége nem volt, csak a kezébe vegyem egy 1,75-ös horgolótűt vagy ketteset, és a mai nap a délelőttöt velünk töltse. Az ügyeskező felnőttekhez az iskola diákjai is csatlakoztak. Stojka Jessica internetes videóról tanult meg horgolni, és amikor megtudta, hogy milyen megmozdulás lesz az iskolában, rögtön jelentkezett. A koraszülött kisgyerekeket szeretném ebben támogatni, meg már régebb óta kezdtek horgolni, és ezért, mert hívtak több embert, és akkor én is jelentkeztem egyesébe. Eleinte nehezen ment,
de néztem sok videót, és így megtanultam hamar. Nagyon jó érzés, és szeretek is horgolni. Szóval azért is jöttem, mivel mondták, hogy lehet ilyet csinálni. A kezdeményezés nagyban erősíti a családi kötelékeket is, mondja a szervező pedagógus. Ha láttátok volna a szünetben, milyen boldogan szaladtak le a gyerekek, akár a nyolcadikosokat is beleveszem, hogy itt láthatják az anyukát, nagymamát, átölelték a nyakukat, érdeklődőek voltak, körbe sétáltak, tehát biztos vagyok benne. És itt nem ér véget a dolog, mert akik segítőink érkeztek, és elmondták a feltételeket, hogy minek kell eleget tenni, azokkal kötöttünk egy iratlan szerződést, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a továbbiakban otthon készítene még koripokat, azt természetesen összegyűjtjük, és a gyűjtőpontokban eljuttatjuk. Az önkéntesek nagy része semmilyen módon sem kötődik a koraszülés témájához. Mégis fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a családokat és babákat, akik megküzdenek ezzel a nehézséggel. Számos énekes hangja zengte be a bonyhádi katolikus templomot az adventi hangversenyen. A hagyományos programon helyi gyerekek és felnőtt kórusok léptek föl. A templom bejáratánál elhelyezett persejbe pedig az egyházi épület tetőfelújítására adakozhattak a betérők. Most a koncertből mutatunk egy rövid részletet. Köszönöm a heti figyelmüket, viszontlátásra!